A Zengön helyeztek el koszorút és emléktáblát a Tovább Egyesület tagjai, a tavaly elhunyt egykori tanáruk, az Egyesület lelkének számító Pámer Jakab tiszteletére. A megemlékezés helyszínéül szolgáló Zengő sok kedves emléket idéz fel a csapat tagjainak, ezért is választották ezt a helyet, hogy összegyűlve felelevenítsék Jaksi bácsi emlékét. Müller József, aki átvette az Egyesület vezetésének a feladatát, mesélt arról, hogy milyen is volt az az első Zengőre vezetett túra. Az első igazi nagy gyalogtúra az pont az Zengőre volt. Én személy szerint akkor harmadikos gimis voltam. Jaksi bácsi felvitt bennünket, hát az pedig egy olyan nehéz túra volt akkor hirtelen még egy harmadikos diáknak, és gondolkodtam, hogy kell ez nekünk ekkora utat megtenni oda föl a Zengőre. Azt azóta pedig már hát szinte rendszeresen, hát talán egy 15-20 alkalommal is voltunk a 40 év alatt a Zengőn, és a Jaksi bácsinak hát gyakorlatilag így próbáltunk egy méltó emléket állítani, mert nagyon sokat járt ő is a Zengőn, és ugye most készült el a Zengőn az új torony, kilátó, és ott sikerült gyakorlatilag leszervezni, hogy egy szép emléktáblát és egy koszorút el tudtunk helyezni. A Tovább Szabadidős Egyesület 1982 óta működik, és az elmúlt 40 évet rengeteg esemény és program színesítette, amiknek a szervezése Pámer Jakab munkájának köszönhető, aki eredetileg matematika tanár volt. Az egykori gimnazisták szerencséjére azonban Jaksi bácsi nem csak a matematika útvesztőjében mozgott otthonosan, hanem másfajta erdők útvesztőjében is szívesen bolyongott, és ott talán még lelkesebben navigálta a diákjait. Jaksi bácsi a tanárunk volt, matematika tanár volt, és hát gyakorlatilag ő kezdte el ezt a fajta közösségteremtést, építést, és az akkori diákságot maga köré vonta, és elkezdtünk 82-ben egy szegedi biciklitúrával, ami gyakorlatilag a mai napig minden évben megrendezésre kerül az ország különböző területén. A biciklitúrák arról szóltak, hogy mindig megismerjünk gyakorlatilag egy újabb és újabb területet Magyarországból, illetve egy jó program, egy kikapcsolódás gyakorlatilag az Egyesületnek az életébe. És nem csak bicikliztünk, hanem más egyéb programok és területeken is mozgósítottuk a csapatot. De nem csak túráztak és bicikliztek annak idején a tagok, hanem zenéltek is együtt. Szerencsés egybeesés volt, hogy a diákok, fiatalok körében nagyon népszerű Space együttes is a csapat tagjai alkották, így az összejövetelek kulturális jellege is erősen dominált. Az Egyesület aktívan töltötte a diákéveket, ezekről az élményekről is mesélt Müller József. Volt együttesünk, régen a Space együttes nevében megalakítottuk a Space és barátait. Itt különböző rendezvényeket tartottunk, például Space és barátai karácsonyi koncert, volt március 15-e koncert, amikor gyakorlatilag kicsit ilyen politikai alapon annak idején elmondtuk a véleményünket a világról, és bemutattuk ennek a tolnai közösségnek. A Tolna Városi Bringások és Barátaik Szabadidős Társaság jelenleg 60 főből áll, javarészt az egykori diákok alkotják, akik a mai napig rendszeresen járnak együtt túrázni. Jövő évre is számos programmal készültek. Jövőre gyakorlatilag hát azzal készülnénk, hogy részt veszünk a március 15-i koszorúzáson. Ilyenkor szoktunk egy picike kis biciklitúrát is csinálni, elmegyünk a kenderáztatóhoz oda a Dunapartján. Szokott lenni minden évben egy tavaszi gyalogtúránk, majd a bezerédi túra, amikor szintén megkoszorozzuk Bezerédi Pálnak a síremlékét Szedres mellett kis hídján. Majd nyáron lesz egy nagyobb számú biciklitúránk, ez gyakorlatilag az Elba partján szeretnénk biciklizni. Most úgy döntött a társaság, hogy ezt a fajta külföldi túrát is most elővesszük. Egyszer már voltunk a Dunavölgye túrába egy ilyen nagyobb szabású biciklitúrán, most megint úgy gondoltuk, hogy kellene egy külföldi túrát csinálni. Ha ez az összejön, akkor nagyon szép lesz, gyakorlatilag Prágától Dresdáig fogunk kerékpározni az Elba partján.
Müller József azt is hozzátette, hogy Jaksi bácsi igazi küldetése a természetben való túrázás megismertetése és megszerettetése volt egy vidám és összetartó baráti társasággal, amit most már ő, mint az egyesület elnöke igyekszik hűen ápolni tovább. A tolnavárosi bringások és barátaik szabadidős társaság jelenleg 60 főből áll, javarészt az egykori diákok alkotják, akik a mai napig rendszeresen járnak együtt túrázni. Jövő évre is számos programmal készülnek.